A hazaiak 2 vereséggel nyeretlenül, a vendégek 4 győzelemmel veretlenül vágtak neki a mérkőzésnek. Az első negyed a kőbányaiaknak sikerült jobban, 10 perc játék után 11 ponttal vezetett a Zsíros Akadémia. Ebből 8-at a második negyedben ledolgozott a Kosársuli, sőt a harmadik negyed végén a vezetést is átvették a nyíregyháziak. A záró 10 percben felváltva vezettek a csapatok, 63-63 után viszont már csak a hazaiak szereztek pontokat, így végül 67-63-ra megnyerték a mérkőzést. Az az igazság, hogy ugye mi egy alakulóban lévő csapat vagyunk. A mai mérkőzést is ugye egyértelműen látszott, hogy hullámvölgyekben kosárlabdázunk, tehát egyszer fönt, egyszer lent. Tehát igazából nagyon nehéz volt megtalálni azt az ötöst, aki biztosan fogja tudni hozni ezt a mérkőzést, vagy legalább ezt a ritmust fölvenni. Tehát ez a Zsíros Akadémia azért ez egy nagyon lendületes, nagyon pörgős, nagyon kemény, igencsak egy agresszív játékot játszik, ugye, ami azért a mai kosárlabdára jellemző, csak hát mi még mindig nem szeretjük ezt játszani. De kénytelen leszünk ezt a stílus fölvenni, mert másként ez nem működik. Az a szerencse, hogy itt azért voltak játékosok, akik olyan teljesítményt nyújtottak, ami azért szerintem extra volt, föl tudtuk venni ezt a küzdelmet. Van még mit javítanunk minden szempontból, de én úgy gondolom, hogy a csapatnak szüksége volt már erre a győzelemre, sőt nekem is, mert egy kicsikét már kezdtem mélypontra kerülni, tehát hogy hiába dolgozunk, egyszerűen az eredményét eddig nem láttuk. Dobó Lilla 39 percet játszva, 35 ponttal, 10 lepattanóval és 15 kiharcolt szabálytalansággal tripla-duplát ért el a mérkőzésen. Egy nagyon verekedős, küzdős meccs volt. Nem tudom, az elején nehezen kezdtük el a meccset. Érdekes volt felvenni ezt a ritmus, meg hozzászokni a játékvezetéshez, de hogy utána ezt megszoktuk, utána belerározódtunk mi is, és így lett a második negyed jobb, és így tudtunk visszajönni a meccsbe. Majd a harmadik negyedet szintén nehezebben kezdtük el szünet után, és aztán utána úgy is akkor, amikor ültem utána, hogy visszajöttem, én is újra erőre kaptam, meg a csapat is, és így tudtuk végigmenni az egész meccsen együtt. Lilla a héten az U20-as válogatotta a Székesfehérváron készül, ezért a nyíregyháziak a hétvégén nem játszanak bajnoki meccset. Nekünk most egy kis szünet fog következni, mert ugye az U20-as válogatottnak válogatott összetartás van, ezért a következő heti mérkőzésünket az Aragelszeg ellen el kellett tenni, mert ugye ez volt az U20-as válogatott szövetségi kapitánynak a kérése, hogy a Lillát ugye a válogatottba behívták, hogy mindenféleképpen legyen ott. Én meg nem szeretnék a Dobó Lilla nélkül mérkőzést játszani. A következő mérkőzésünk az 12-én lesz, akkor fogunk Győrbe utazni. Reméljük, hogy ott azért egy olyan játékot tudunk mutatni, amivel a Győr csapatát is sikerül majd megvernünk. A negyedik forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg Deac 93-59, Győr Baja 91-98 és Ajka Szentpál Akadémia 57-55.